Március 3-án a Calvin Közösségi Házban egy sajtótájékoztatót tartottak, ahol a Vodafone digitális iskola első tanévének értékelésére került sor. Ezt követően az utolsó internetbiztonsági tanórát is megtekinthették az érdeklődők a Bán Zsigmond Református Általános Iskolában. Most egy összefoglalót láthatnak a sajtótájékoztatóról és a tanóráról, majd egy riportot, ahol a Református Iskola és a Vodafone kapcsolatáról kérdeztük Ozsváth János iskolaigazgatót. A rendezvény a Calvin Közösségi Házban kezdődött meg, ahol bemutatták a meghívott előadókat, illetve a református közösség képviselőit. Jelen volt az eseményen Deutsch Tamás, a digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos, Virág Tibor, Tiszafüred alpolgármestere, Marhart Pál, a Vodafone vezérigazgató helyettese, nagy tiszteletű Szabó Konrád Sándor, a tiszafüredi református egyházközség lelkésze, valamint Ozsváth János, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola igazgatója. A tájékoztatót nagy tiszteletű Szabó Konrád Sándor nyitotta meg, aki a reformáció 500. évfordulójára utalt. Beszélt Calvin Jánosról, a protestáns pedagógia egyik megalapozójáról, aki a protestáns oktatást kollégiumokban látta megvalósíthatónak, ahol béke és lelki biztonság veszi körül a tanítványokat. Fontos, hogy a tudománytól kapott lehetőségekkel és a Vodafontól kapott eszközökkel biztonságosan tudjunk bánni, mondta. Nagy tiszteletű úr bízik abban, hogy a Vodafonnal kialakult kapcsolat a továbbiakban is megmarad. Virág Tibor alpolgármester összegezte azt a kapcsolatot, amely a református iskola és a Vodafone között kialakult, s amelynek eredménye volt, hogy a cég 53 táblagépet adományozott az iskolának. Az alpolgármester arról is szólt, hogy informatikai eszközökhöz bárki hozzájuthat, használatukat a fiatalok könnyen elsajátítják, de nem ismerik a benne rejlő veszélyeket. A közlekedéshez hasonlította a digitális eszközök használatát, ahol szintén könnyű elsajátítani az eszközök a járművek kezelésének módját, de nem vehetünk részt a közlekedésben, ha nem tudjuk a szabályokat. Virág Tibor megköszönte a Vodafone-nak és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársainak a gyermekek képzését. A következő előadó Marhart Pál, a Vodafone vezérigazgató helyettese volt, aki értékelte a Vodafone digitális iskola program első tanévét. A 2016. januárjában elindított program elsődleges célja az volt, hogy megteremtsék a digitális esélyegyenlőséget, segíteni tudjanak azoknak, akiknek a családja ezt nem tudja megtenni. A most befejeződött képzésben 6500 általános iskolás gyermeket tanítottak meg arra, hogyan lehet elkerülni a digitális térben leselkedő veszélyeket. A képzésben a pedagógusok is részt vettek. A Vodafone digitális iskola a második évfolyamba léphet, ugyanis az első évre kitűzött feladatokat teljesítette. A második évben az a cél, hogy a digitális ismereteket továbbfejleszik, a tanulók a tanórákon hatékonyabban tudják megszerezni az ismereteket, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek számára egyenlő esélyeket teremtsenek az iskolában, majd később a munkaerőpiacon. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos köszönetet mondott mindenkinek, a Vodafone-nak, a kormányzati szereplőknek, civil szervezeteknek, alapítványoknak, a helyi egyházközségnek, az önkormányzatnak, az iskolának, hogy részesei voltak ennek a programnak. Elmondta, hogy a digitális jólét programjának kidolgozásakor tanultak a Vodafone digitális iskola programtól. A kormányprogram célja az, hogy Magyarországon ne legyen egyetlen olyan iskola sem, amely nem rendelkezik internet hozzáféréssel, és ahol nem állnak rendelkezésre az eszközök és a tartalmak. A digitális írástudás a 21. században nélkülözhetetlen. Deutsch Tamás elmondta azt is, hogy vannak az internetnek veszélyei. Ezeket nem kell sem eltagadni, sem túlhangsúlyozni. Ozsváth János, a Bán Zsigmond Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda igazgatója fotókon is bemutatta, hogyan dolgoznak a tanulók a digitális eszközökkel. Az internet a választás lehetőségét kínálja, de választani a fiatalok akkor tudnak, ha megfelelő ismeretekkel rendelkeznek, például a digitális világ veszélyeiről. Igazgató úr elmondta, hogy szülői értekezleten már téma volt az internetes gyermeknevelés. Megköszönte a Vodafone munkatársainak az eddigi közös munkát. Irigylésre méltó az a közfigyelem és az a támogatás, amit kap az iskola. Hogyan alakult ki végül is ez a kapcsolat a Vodafone céggel?
Mert a komplex instrukciós programon keresztül alakult ki, tehát gyakorlatilag amikor mi bekerültünk 5 évvel ezelőtt, akkor mi még magával ezzel a programmal ismerkedtünk, utána pedig bázisiskolával fejlődtünk, nőttük ki magunkat, és ekkor csatlakozott ehhez a programhoz a Vodafone. És onnantól kezdve egy kicsit begyorsultak az események. Legutóbb akkor találkoztunk a Vodafone munkatársaival, amikor a tanórákat tartották önöknél. Arról milyen tapasztalata? Nagyon jó visszhangok voltak, ugyanis a gyerekek olyan személyiségeket ismerhettek meg, akik az életben sikeresek. Ezt hazavitték, átgondolták otthon is a szülőkkel, a családokkal, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzések voltak. Sőt, most a Vodafone alapítvány vezetőségével éppen Suba János úrékkal arról beszéltünk, hogy ez a program kell, hogy folytatódjék. Korábban inkább a fizikai munkákat végezték a Vodafone munkatársai, de úgy gondolom, hogy sokkal hasznosabb dolgokat is tudnak tenni, ugyanis mindegyik szakember gyakorlatilag tökéletesen beszél angolul, sokan két nyelven, ezen kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznek, amit a gyerekek elleshetnek tőlük. Itt elhangzott a vezérigazgató helyettes úrtól, hogy második évfolyamban lép a digitális iskola program. Erről van-e már valamiféle ismeretük információ? Számomra csak egy kellemes jövőkép. Most hallottam először, szerintem most jelentette be, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy hova fog fejlődni, de minden, amit eddig mondtak, teljesült, úgyhogy biztos, hogy ez is fog teljesülni. Igazgató úr mutatott itt képeket arról, hogy a gyerekek hogyan is használják a digitális technikát. Ön személy szerint a saját tantárgyában hogyan tudja ezt alkalmazni? Gyakorlatilag önálló prezentációkat készítenek már 6. osztálytól a gyerekek, és egymás előtt előadásokon ezeket bemutatják, úgyhogy sokfajta képesség, tehát a digitális képességeken kívül a verbális képességek javulását is eredményezi ez a módszer. Nagyon élvezik és nagyon hasznos, ugyanakkor önálló kutatómunkát is tudnak végezni a gyerekek vele. Elhangzott itt az, hogy a gyerekek már egészen otthonosan mozognak a digitális világban. Az önök pedagógusai mennyire mozognak otthon? Hát azért pozitív módon tudok nyilatkozni róla, ha visszatetszenek emlékezni 5 évvel ezelőtt, amikor az első ilyen típusú órákat meg lehetett tartani, akkor mi ebben jeleskedtünk, úgyhogy sok olyan munkatársunk van, aki ezekkel az eszközökkel otthonosan bánik. Én azt gondolom, hogy az átlagnál jóval otthonosabban. Minden pedagógus a saját felkészüléséhez laptoppal rendelkezik, és ezeken kívül kaptak még tabletteket, kis táblagépeket, hogy órákon közvetlenül tudják hasznosítani, úgyhogy nekem az a véleményem, hogy jók a mi pedagógusaink ebben is. A sajtótájékoztatót követően a jelenlévők a református iskola egyik tantermében megtekintették az internetbiztonsági oktatássorozat utolsó tanóráját. Az előadó, Matusek Zsuzsa gyermekjogi képviselő, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet programjának oktatója volt. Matusek Zsuzsa először arra hívta fel a gyerekek figyelmét, hogy a digitális térben a fiatalok ügyesebbek, mint a szülők vagy a nagyszülők, de a felnőtteknek nagyobb az élettapasztalatuk, tehát meg kell hallgatni őket. A tanóra első részében a vámpír és kém programokról kaptak tájékoztatást a diákok, amelyek a pénzünket, személyes adatainkat akarják megszerezni, vagy feltérképezik anyagi helyzetünket. Az előadó több hasznos tanácsot is adott, hogyan lehet védekezni ezek ellen. Az óra második részében 3 kis filmet néztek meg a 8-osok, hogyan veszi el az idődet, az életedet, a pénzedet az internet, milyen veszélyei vannak, ha fotókat töltenek fel a fiatalok a világhálóra, mit jelent a pedofília és a pornográfia az internet világában. Nagyon komoly tanulsága volt ezeknek a filmeknek, amit az oktató többször megismételt, ne válj áldozattá.